Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabinyó vagyok, és egy amolyan GTA-s challenge videó következik, egy olyan challenge-ről, amelyet én találtam ki már jó pár évvel ezelőtt, csak valamiért mindig halasztottam, hogy erről csináljak egy videót. Na, amint látjátok, a képernyőn van egy kis billentyűzet, egy olyan billentyűzet, hogyha megnyomom ezeket a gombokat, a kurzor billentyűket, illetve bizonyos betűket, amiket használok vezetés közben, akkor ugye ezek felvillannak, ennek majd lesz szerepe, illetve láttok egy órát is, ami egy stopper óra tulajdonképpen. A challenge lényege annyi, hogy nekem úgy kell autót vezetnem, hogy csak és kizárólag a gáz nyomhatom. A cél az, hogy legalább 3 percen keresztül tudjak menni úgy, hogy nem kanyarodok bele az autóval a menetirányba, tehát megyek arra mindig, amerre éppen esik az autóm, amerre valami vezeti az autót, stb. De nekem csak és kizárólag a gáz szabad nyomnom egész addig, amíg az autó már nem tud tovább menni, és akkor az óra megáll, és az idő számít. Na, mint mondtam, ugye a cél az, hogy 3 percet érjek el, hogy legalább 3 percen keresztül tudjak menni, anélkül, hogy az autóm leállna. Na, még mielőtt belekezdenénk, szeretnélek megkérni, hogy iratkozz fel a csatornámra, mert az nekem egy nagy segítség, illetve hát bármikor leiratkozhatsz, hogyha neked úgy tetszik, illetve így nem maradsz le a következő videókról sem. Na jó van, gyerekek, hát akkor kezdjünk bele. Ezt a pontot néztem ki, mint indulási pont, amit látjátok, és hát, mint mondtam, hogyha jobbrát nyomok, mutatom is, itt a keréken láthatjátok, akkor jobbra fordul, ha balra, akkor balra. Ha tolatok, akkor erre megy, ha meg a gáz, akkor meg ugye az villan föl. Nyilván ugye ott van az E betű, ami a duda, az R betű, ami a külső kamera, az F betűvel ugye kiszállok, néme, igen, majd nehezen sikerült rátalálnom a billentyűre, igen, aztán ugye ott van a H betű, ami igazából a headlight, tehát a fényszórók. Igen, az Y-t most nem fogom használni, a C-vel fogok hátra nézni, ez használatom közben, illetve hát a V ugye a kameraváltás. Na jó, aztán van még a tab, a shift, meg a control, meg a space, ami a kézifék. Na jó van, tehát akkor a cél 3 perc, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hányszor kell megpróbálnom ezt majd ahhoz, hogy ezt a 3 percet sikerüljön elérnem. Úgyhogy akkor gyerekek, óra indul, és én már megyek is. És csak és kizárólag, nyugodtan nézzétek, de csak és kizárólag a gáznyomom, tehát az előrét. Ami nekem ugye a nyilak, mert nyilakkal irányítom az autót, ezért nem a W-t látjátok. Hát eddig még okés. Eddig is okés, mert vezet a szalagkorlát. És neki megyek az autónak, megtolom, de nem gond, mert akkor is tudok tovább menni, igen. Na jó, lassan fél percnél tartunk, hát kíváncsi leszek, hogy ez a 3 perc, ez tényleg mennyi idő alatt lesz majd elérhető? Tudok még menni? Nem. Oké, akkor óra állj. Hát ez mondjuk 32 másodperc. Jó. Akkor most szépen visszamegyünk az előző helyre. Igen. És akkor előről kezdjük. Na kérem szépen, meg is érkeztem. És hát az egyszerűség kedvéért, hát mondjuk akkor kb. Innen, az egyszerűség kedvéért én most használom ezt a vehicle optionsnél a repair vehicle-t, hogy ne kelljen mindig visszamennem Michael házához. Igen, egyébként azért ezzel a kocsival csinálom, mert ez bárki könnyen elérheti a story módból, ugye ott van Michael házában, és így azonos autóval lehet mindig menni. Tehát, hogyha próbálgatjátok esetleg ott van ezt a challenge-et, akkor javaslom, hogy ugyanezt a kocsit használjátok. Na, órát lenullázzuk, és akkor ismét következő próbálkozás. Óra indul, és már megyünk is, és egyébként most nyomtam egy hát, meg megint egy hát, egy országútit. Szóval egyébként, mit akartam mondani? Valamit akartam mondani, nem tudom, mindegy, lényegtelen. Ja, hogy kezd besötétedni, csak ennyit, de most ennek neki fogok menni, és tolom, és még mindig megy az autóm. Indulj már el, nehogy izé. Nem, kiszáll, a fene egye meg, jó? Ki akar rángatni, de nem hagyjuk. De akkor most jön a következő próbálkozás, a harmadik. Óra indul, és már legyünk is. Fényszorot megint kapcsolok azért. Innen most már megint szép lesz, megint megpattanok, és mindig ide pattanok. De megyek tovább, mert nyomom az előrét, és nem. Hát akkor a következő, ha jól számolom, negyedik kísérlet jön. Óra indít, és Csabinyó is indít. Na. Előbb-utóbb már csak összejön a 3 perc. Na, itt most jól megpattantam, és neki ennek az autónak, ajaj! Még mindig tolom, és ő most gázol szerencsére, és itt el tudok majd mellette menni. Jó. Egyébként attól is függhet, hogy meddig fog az egész tartani. Megint majdnem a bozót lesz. Szóval attól is függ, hogy ugye az autó mennyire fogja bírni a srapát, és mikor fog teljesen tönkre menni. És ennyi.
Főleg, hogy ez meg is purcant, igaz? Ja, eléggé ráborult a kormányra. Na mindegy. Na akkor ötödik kísérlet, ha jól számolom. Óra indul. Én is a gázzal nyomom neki, mint az állat. Csak és kizárólag a gázt. Viszont itt megint meg fog pattani, és megint bemegyek a bozótba. Na jó, 33 másodperc. Ajjajjajjajjajjajj. Óra indul. Hopp, ezt elcsesztem. Nem nyomtam jól. Na szóval még egyszer. Óra indul, és most. Na lássuk. Igen, na most elmegyünk ott a bozót mellett, ha jól látom. Mondd, hogy igen, nem, mert a kő me... Jó, hát akkor megyünk erre tovább, gyerekek. Ugye folyamatos gáz. Ó, és kimegyünk a terepre. Ajaj, el tudok menni még itt? El tudok menni még itt? Eddig. Nem már. 40 másodperc. Hát ez nem nagyon alakul úgy, ahogy szeretném. Na de se baj, következő kísérlet. Óra indul. Meg én is. Igen, és hát mint ahogy láthattátok, ez baromi nagy mák is kell egyébként, hogy az autó egy-egy ütközés után merre pattan, hogyan pattan, hogyan tudok tovább menni. Most például ne hagyd már megálljál. Indulj már el, még nem adom föl. Állj, és kiszáll az a majom. Na jó. Na hát ez nagyon rövid életű volt, erre nem számítottam, úgyhogy akkor óra indul. És akkor újabb próbálkozás. Na és ennek mi lesz a vége? Ott megint van szalakorlát. Igen, most kb. Ilyen Mandinerből játszok, tehát faltól falig. Itt meg így pont el fog menni a két autó között? Nem tudom. Benne fékez már? Kiszáll? Ha kiszáll, akkor vége az időnek. Még kiszáll, jó. Takarodj! Hát akkor a következő kísérlet, óra indít, gáz nyom, ami most ugyebár a fölfele billentyű, a fölfele nyíl. Jó, eddig jó, ajaj! Jó, hát akkor erre megyünk tovább. Most nyomtam egy C-t csak azért, hogy előre váltson a kamera. Jó, semmi gond, gyerekek, új utakat találok. Erre is lehet menni igazából, amíg megy az autó, addig nincs gond. Ezt a fát jól lenne elkerülni? De nem, nem, akkor viszont most megint visszafele megyünk. Mondom, tiszta random, hogy merre fogunk menni. Ezt nem lehet tudni már az, tehát már az elején sem. Hát most abszolút a sineken megyünk, amerre éppen vezet bennünket a terep. 48 másodperc. Ez szerintem eddig rekord, gyerekek, eddig rekord. Csak az autón bírja ki. Az ember azt gondolja, hogy 3 percig az autó csak tud arra menni, amerre. Tehát, hogy ne álljon meg, és mégsem, tehát ez a 3 perc nagyon soknak tűnik most. És ez az! Menj, még megy! Ha defekt, tehát a defektem lesz, és kidurran a kerék, akkor annyi. Már pedig ez ki fog durrani, gyerekek. Jó, feladtam. Jó, hát ahogy belekanyarodok, ne, akkor sem tudok menni. Na jó van, következő kísérlet. Óra indul, és Csabinyó is. Na, az előbb egyébként tök jó volt, mert a máskor is sikerülne ezt elérnem, hogy ilyen terepen menjek, és lehet, hogy nem ütközök semmivel, akkor azért elég nagy terepen tudok itt menni. Tehát igazából simán esélyes vagyok arra, hogy tovább menjen a kocsi. Csak hogyha találkozok ugye egy bokorral, vagy egy fával, akkor már is megszívom, most pedig nem jó fele megyek, így nem lesz jó. Ajaj. Vagyis ki tudja, hát akkor erre megyünk. Nem kanyarodunk bele, csak a gáz szabad nyomni végig. Ezt ne felejtsük el. Meg persze ugye C betűt, meg ilyeneket az lehet. Tehát amik nem befolyásolják az autó mozgását. De a kontroll se nyomhatom, a shiftet se nyomhatom. Csak és kizárólag az előrét, ajaj. Na most kell a mák, hogy talpra álljon a kocsim, és megtörtént. Csak az a baj, hogy kezd széttörni. Áj, gyerekek! Jó, pont el a két bokor között, el a szikla mellett? Nem, neki a sziklának. Hát akkor erre megyünk tovább. Ne! Eddig tartott. 1-10. Vagy 1-9. Egyébként pedig mehetnénk másfele is, tehát többféle irányt ki lehetne próbálni, de akkor viszont nem azonosak a körülmények, úgyhogy maradunk mindig ennél az iránynál. Na, óra indít, Csabinyó is indít, megint csak. És reménykedik benne, hogy normális utakon fogunk menni. És nem fog elakadni valami hülyeségbe megint.
ez most jó, hogy ide jött, ez most jó, de most... Na. Ajaj, a szikla viszont nem jó. De megyünk tovább? Nem. Na jó. Következő neki futás. Go! És egyébként kezd leszállni a köd. Nem baj, szeretjük a ködöt. Itt most megint rossz fele megyek, mert megint neki megyek a bokornak, de nem gond. Mert... De gond. Áh! Na jó, a köd az alaposan leszállt. Tök jól néz ki egyébként. Na akkor go! És most már kezdem elveszíteni a hitet, hogy ez a 3 perc, ez elérhető valami. Na, erre fele eddig még nem voltam, azt hiszem. Ideig nem jöttem el, vagy igen? Szerintem nem, és most neki megyek. Ah! Jó, nem gond, nyomjuk az előrét tovább. Nem már. Ah! Na. Aj, a hajrá! Ez tényleg ilyen Mandinerből való játék, és most neki megyek ennek a nagy dögnek. Most meg ennek. Nem már. Most akkor elmegyünk tovább? Nem mondod. Nem mondod, még mindig elmentem. Jó, nagyon király. Ajaj, na most állj talpra, úgy van. És most ez nem lesz így jó. És eddig tartott. Ah! Igen, talán egy erősebb autóval sokkal esélyesebb lennék, de hát ez Michael kocsia, kérem szépen. Szóval ezzel megyünk. Mert ezt legalább nem kell keresgetni az utakon. Bár volt még egy tippem egyébként, egy ötletem, hogy talán taxival is lehetne menni. Mert azért taxit is sem olyan nehéz szerezni, de itt tudtam, hogy neki megyek. De végül is akkor ennél maradtam. Na, akkor most megint elmegyünk. Neki annak az oszlopnak? Mondd, hogy nem. Ezt még kivittem. Állj talpra, állj talpra, állj talpra. Köszöntem szépen. Nem árulj a vonatkom most jön. Ilyen nincs, gyerekek. Nem gond, elmentünk mellette. Jól van. Neki a szikláknak. És eddig tartott. Nem, még megyünk tovább. Pedig már az órát majdnem leállítottam. Oh my gosh. És még mindig megyünk tovább. Igen, csak hogy már a kerék szorul, lehet hallani a hangján is, lassabban is megy a kocsim. Ami azt jelenti, hogy ebből defek lesz. Ami pedig talán nem olyan jó. Viszont mindjárt meg lesz az egy perc. Ne, ez most komoly. Egy perc, egy másodperc. És még az a szikla is beszorított ide. Ide pattant mögém. Na akkor óra indul ismét, és már kezd világosodni egyébként. Ajaj, jó, megúsztam. És ezt megúszom, és most neki mentem. Hajajajajajaj, nem baj, akkor most erre megyünk. Na, errefele pontosan még nem jártam. Igen, most megint egy új terület. Át a két fa között? Igen, oh yeah. Jó. Ne, kérlek, borulj vissza! Erről van szó! Köszönöm! Na, akkor megyünk tovább. Föl a sinekre. Oh my god! Jó, akkor a hegyen. A hegyet fogjuk megmászni, vagy nem. És beakadtam. Áh! A fene egye meg. Most már hihetetlen. Akkor újabb kísérlet. Na, lássuk! Most már tényleg nagyon reggeli idő van, vagy hajnali, vagy nem is tudom. Igen, igen, hát itt átbukdácsolunk. Oh my god! Igen, most erre, amúgy néha annyira belekormányoznék, srácok. De hát nem lehet, ez ugye a szabály. Tilos belekormányozni, ezt a... Jó, hát nem kerültem el az oszlopot, de legalább megfordultam úgy, hogy tudok visszafele menni. Szembe a forgalommal, sőt. De igen, szembe a forgalommal. Jaj, de jó lesz ez még! Ebből mi lesz, gyerekek? Ajaj! Jó, most tudok még tovább menni? Nem. Ah. Na jó. Hát, srácok, ez egy hatalmas nagy mák játék, de tényleg. Ez egy mák. Az egész egy hatalmas nagy mák. És most megint rossz fele megyek, nézzetek meg! Ajaj! 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 De nem, megyek tovább! Eddig a pontig, még mindig. Ó, oh, ez az! Na itt nem jártam még, de ez így nem lesz jó, nem lesz jó. Hát így igen. Eddig még jó. Most akkor visszafele megyünk, hát gyerekek. Tiki-taki! Ez nem lesz jó. Vagy igen? Nem. Innen már nincs tovább.
Következő kísérlet, jóra indul, na lássuk akkor. 3 perc, gyerekek, mi a kettőt se értem el. Hát lehet, hogy a kettőnél kellett volna maradni egyébként. Ajaj, most megint nem jó fele megyek. De így igen, így király, jó. Amíg az autó megy előre egyenesen, addig tök jó, és most egészen, hát eddig a pillanatig egészen jól sikerült, nézd meg, ez meg kimegy az oldalára. Szóval egészen jól sikerült ezt abszolválnom az eddigi pontokat, a dolgokat. Ó, el a két kocsi között, majdnem. Ne már! Na ezt mondtam, hogy ez milyen pech, tehát, next please. És ott neki pattantam, és lol. Na erre felese voltam még. A kaktusznak. Annyi szerencsétlen kaktuszok. Igen. Jaj. Na gyerekek, újabb utakon vagyunk. Be az alagútba? Mondd, hogy nem. Te jó ég. Nem mondod. Nem, majdnem. Majdnem alagút. Mert itt még el tudunk menni visszafele. Neki ennek a kőnek. Jó, hát akkor. És eddig a pontig. Na akkor újabb kísérlet, gyerekek, indul az óra, nyomom a gázt, és amúgy pont az előbb még itt elrohant mellettem egy rendőrautó, valakit üldözött. Most pont neki fog menni ennek a nagy dögnek, nehogy már, gyerekek, nem, most tolom, most én tolom. Hát gyerekek, akkor erre megyünk, nem már. Hát, srácok, csak nem akar összejönni ez a 3 perc. Legyen 2 perc, de nem, 3 perc, azt terveztem el a fejemben. Most pedig arra megyünk, át a következő sávba? Nem. Hát akkor erre megyünk tovább. Visszafele, nagyon jó. Nagyon jó, ott egy oszlop, pont elmentünk mellette, király. Ott egy másik, amellett is, nagyon jó. És nem, még mindig megyünk. Azaz, jól van. Ne! Mi? What the fuck? Állj talpra! Nem állt talpra. Óra indul. Megyünk a kocsival. Csabi kocsit hajt. Árkon bokron keresztül Csabi kocsit hajt. Oké, akkor erre megyünk neki a szikláknak. Te nem, mert át erre. Jó, egy percnél már túl vagyunk, gyerekek. Igen, akkor most visszafele megyünk. Átbukdácsolunk megint a sziklán. Vissza az útra. Csak álljak talpra, kérlek. Nem. Vagy igen? Nem nyúlok hozzá, még mindig az előrét nyomom. Nem. Ez ennyi volt. Na, ismét itt vagyok. Óra indul. Lehetne most már valami más dolog, mert ez így kezd nagyon fárasztóvá válni, gyerekek. Ilyen hülyeséget is kitalálni, ilyen challenge-et, te jó ég. Na, megtolom, persze, hogy megtolom. Meg ne állj, ez az menjél. Erről van szó. Köszöntem. Jó, hát szépen elmentünk mellette igazából, végül. Pedig nem úgy nézett ki a dolog. Jó, hát autótól autóig, nem mondom én. Most kicsit ezt megtoljuk. A jó kis Reginát megtoljuk. Jó, és megyünk tovább. Jó van, gyerekek, eddig ez tök jó. Igen, amúgy 1 percig elmenni, egész gyorsan meg lehet csinálni. Tehát igazából nem olyan vészes. De a 2 perc már olyan húzós, a 3 meg úgy tűnik, hogy teljesen lehetetlen lesz, tényleg. Menj már, megdálljál már! Hát menjél már, ez az, nyom neki! Ez az, mindjárt elférek mellette, csak menjél! Erről van szó. Hú, azt hittem, hogy itt a vége már megint. És nem. Ott meg egy autó, what? Mi a fene? Na ez most... Jó, hát ez érdekes volt. És menjünk be a börtönbe? Jaj ne! Mondd, hogy nem, mert ebből körözés lesz, gyerekek. Jó, eddig még semmi gond. Visszafele megyünk, de neki menjünk a toronynak. És itt a... És nem! Ajja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 jj
Úgy gyerekek, mindjárt 2 percre járunk. Ajajaj, ez a terep, te jó Isten. Meg is borulok, hát mindjárt gondoltam. Nem úszom meg, de visszaállok talpra és megyek tovább, és 2 perc. Gyerekek, meg lesz a 3 perc. Nyomom neki, mint állat. Ez azt fölmegy. Nagyon király. Ajaj, itt a vége úgy nézem, de nem. What? Mondd, hogy meg lesz a 3 perc, mondd, hogy meg lesz a 3 perc. Jó, akkor erre, gyerekek. Meg lesz a 3 perc. 2.24, 2.25, oh my god. Legyen meg az a 3 perc, legyen meg az a 3 perc. Sikerüljön már a challenge sokadjára, de még mindig megyek. Igen, még mindig megyek. Oh my god, gyerekek. 2.40 már, csak 20 másodpercre kell kibírni. Ez az. Az autóm kereke már nagyon defektes, vagy nem tudom, mert alig megy a kocsim. Szorul a kerék, egyértelműen szorul a kerék. Gyerekek, meg lesz a 3 perc. Jó, oké, király. Jó, most van defektem. Picikét majd gyorsabban fog menni az autó, és megvan a 3 perc. Gyerekek, sikerült a challenge. Megvan a 3 perc. Hát akkor most, ha megyek addig, ameddig bírok, és meglátjuk, hogy mit tudok még kihozni ebből. Milyen nagy lenne, ha most elmennék 5 percig, mi? Teljes képtelenség egyébként. Ezzel a kocsival már biztos, hogy nem. Hát nem tudom. Most megint irányt váltottuk. Ott szerencsétlen jószág, el ne üssem. Jó, akkor erre megyünk, és... 3.30. Gyerekek, a challenge sikerült. Nagy nehezen. Na hát akkor úgy stílusos, hogy ezzel az összetört autóval fejezzem be, amivel 3 perc 30 másodpercig végül sikerült kihúznom. És igazából a challenge-et teljesítettem. Hát srácok, próbáljátok ki ezt a challenge-et ti is. Ajánlom hozzá nektek ezt a menu módot figyelmetekben, mert ezzel könnyű oda teleportálni mindig, ahonnan indultok. Illetve hát könnyű ugye a vehicle optionnél megjavítani az autót, csak most nem ülök benne, úgyhogy nem látjátok ezt a opciót. Szóval ezzel sokkal egyszerűbb azért, és mindenképpen story módba próbáljátok ki. Tehát semmiképpen ne használjátok onlineban ilyen programokat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett ez a kis challenge meg a videó, akkor lájkoljátok mindenképpen ezt a videót, kommentbe akkor várok véleményeket, esetleg azt, hogyha ti megpróbáljátok, ti meddig mentek el, de csak őszintén, skacok, csak őszintén, és hogyha feliratkoztok a csatornámra, azt külön köszönöm nektek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmeteket, sziasztok!